Sziasztok, köszöntelek titeket nagyon sok szeretettel itt a Simco Facebook csatornáján. Legends Cars Trophy bajnokságunk az utolsó fordulójához ért, ahol a tét nem kicsi, hiszen a bajnoki cím sorsa még nem dőlt el. Kis Balázs és Tim Gábor fog megküzdeni ezért a bajnoki címért. Matematikai esélye még van Szűcs Ádámnak is, de ott már elég nagy szerencsének is kell lennie, hogy jöjjön ki győztesen ebből a küzdelemből. És hát itt a táblázatot, meg a naptárat ne nézzük, mert azért Forma 1, meg egyebek, meg ünnepek miatt változott. Ma, május 15-én, Autón Parkban fogjuk zárni a szezont, és egy igazán izgalmas és elég hangulatos pálya, nekem abszolút tetszik ezzel az autóval nagyon jól vezetni. Igaz, a hátrányom elég sok, de ezt most ne vegyük azért számításba. A képernyőn ugye láthatjátok, 9, nem 9, mennyi ez? 11 pont az előnye, ugye? Igen, 11 pont az előnye Tim Gábornak is Balázshoz képest, ez abszolút ledolgozható. És 30 pont a hátrány a Szűcs Ádámnak. Azért az is ledolgozható. Azt hittem nagyobb a különbség. Mert hát ugye lehet szerezni 102 pontot. Úgyhogy semmi sincs veszve. Sherwin Norvi negyedik. Jó magam pedig valahogy az ötödik helyre keveredtem. Hát szerintem innen nem fogok elmozdulni. Nagy esélye. Golden Buffalo-nak elég nagy az előnye. Sem ledolgozhatatlan, de oda azért... Oda is szerencse kell, hogy ez megforduljon. Egy perc múlva időmérő. Kapcsolunk is a helyszínünkre. És jelenleg előn azért szoros Tim Gábor. Meg gyorsabb idővel Sherwin Norvi és Balázs 2 tizedre követik. Hát itt van egy jó nagy szakadék, így 9 tized, aztán másfél másodperc. Itt azért szoros, úgyhogy egy picit gyorsulnom kell, úgy érzem. És már ki is gurultak a pályára a srácok. Hát akkor kövessük mi is őket. Jaj! Bazd meg a kuplungod! Leégett mi? Nem. Ezek fék, ezek is nem áll meg. Ez 12 fő, ez nem annyira sok. Nem egy furcsa gravitációs mezője az autónak. Szezon végére azért általában minden bajnokságnál jellemző, hogy hát ő megcsapad a mezőn. Bugos automata kuplung az. Leghosszabb verziójának a pályának, már többször versenyeztem itt, de ennyi sikánnal együtt azért küzdelmes. Jó nagy széles rázókő van. Maradunk, bár Tim Gábor mögöttem jön. Jó van, elengedjük, mennyi. Jó, kis Balázs avatásomat is elengedjük. Thank you.
Szia, Vali. Kösz. Jobb lenne itt lennél, de kellemes nyaralást kívánok. Betartottalak? Remélem a medencéből, vagy valami hasonló helyről nézel engem. Nem vész. Jaj! Uha! Ki volt ott? Én. Hát az első kör elég gyatra, ahogy nézem. Bár nem emlékszem, milyen kört mentem, de az a két és... fél perces, két és fél másodperces lemaradás, az nem túl baráti. Legjobb időm 1.55.7. Ezt most futottam, vagy nem? De. Az jó. Akkor... Tchú. Az jó. Akkor... akkor még van hova gyorsulni. Anyját, mit csinálja már? Jaj!
Csapatársam van mögöttem a idők alapján, az jó. Ez a Mathieu Leclerc. Ismeri valaki? Meg beírja, hogy Leo. Charles és Arthur Leclerc ismeri, de Mathieu-t nem. Főleg, hogy nem is így, lehet, hogy nem is így kell kiejteni a nevét. Leclerc unnak a testvére? És ez komoly? Most csak ilyen. A Wikipédia ezt dobta ki? Leclerc unnak a testvére, de melyik Leclerc? Ugye? Egyébként egyszerűbb, ha itt válaszolok, mint hogy megírom Messengeren. Hát persze, hogy jól tartom most magamat, mert hátamat meg tudom támasztani, meg a fejemet is. De hát ott a gokárba abszolút nem tudtam. Úgy beállítani az ülést. Mert akkor nagyon közel lett volna a lábamhoz. Most hát, na. Mit akarok mondani? Szóval ma, akkor majdnem a térdemmel vertem volna a fejemet. De a kormányhoz még nyúlni kellett. Szóval én egy kis aránytalan vagyok, szerintem az a probléma.
Hopp, gyorsulunk, gyorsulunk. Jó, elenged, vagy mit csinál? Jó, köszönöm. Jó, lehetett volna jobb is, mindegy. Oly, a hatodik hely. Nagyon szép. Jaj. Jó van. Ne olvassam a csetet kanyar közben. Jó, hát ilyen időt már biztos nem tudok, mint Kis Balázs. Hát még Cimer Gábor idejét talán. De csak talán. 5 perc van hátra, az nem sok. Mindegy, a helytelen testtartásomat nem... nem tudom semmivel se javítani. Mármint beszéddel nem tudom, persze. Azért van egy tábla az út közepén. Kész, hát lökd arrébb. Vagy csak valljuk be, rosszul volt felhelyezve a kamera, na. Nincs mese. De ha feljebb nézett volna a kamera, akkor meg nem látszott volna a kormány meg a kezem. Meg nem, mintha az nagyon számítana. Lehet nem akkor a látószög az én kamerámnak például. Az meg a faszom. Na. Azt nem értem, Silverstone Dörrbe 2000-et kaptam az elsőtől, most kapok másfél másodpercet, ez hogy van? Értem én, hogy azért rövidebb pálya volt, de hát nem annyival. Hát ezt nem hiszem el. Úgy. Oly, de szép kigyorsítás volt. Ó, ez már annyira nem. Új, de elrontottam. Júj!
Ez az ötödik hely? Áh, ott van. Jaj, ezt viszont elrontottam. Ja, hát több próbálkozásom már nem lesz. Úristen, Tim Gábor! Hova gyorsul már? Ja, már. Amit vége az időmérőnek. Lapilla. Nem jól osztottad meg ezt a drive-os linket, mert izékel hozzá. Mi az Isten? Minek nevezik? Engedély. Halló, teki, halló. Majdnem mondtam, hogy egy másodpercen belül vagyok, de az Kis Balázs. Aki egy másodpercen belül van. Azt a kurva. Ja. Elég nagyok a különbségek. Nagyok. Nézzük a magyar fiú javít-e az időeredményén, illetve a helyezésén. Idő javított, de helyezésen nem. Hát és csak elbaszom az összes karom, ezt nem hiszem el. Nem sok hiányzott neki. Mennyi lesz ez? 12 kör? 13? Ez mi ez az időmérő? Csak itt tekergetem. És te így vakon honnan tudtad, hogy hogy kell beállítani a kamerát? Az évek meg a rutin biztos. Hoppá. Na, 5 perc warm-up. Mi van? Most. Profizmus, ez egyértelmű. Vezetésbe is, kamera használatba is. 15 liter? Hát, én 13-ot számoltam, de...
rajt, nagyon fontos. De szerintem csak elég sokszor elrontottam ebben a bajnokságban. 0,9 volt körönként, ha jól néztem. Hát az a baj, hogy ötödik helynél előrébb biztos nem jutok. Úgyhogy valahogy meg kell védenem. De aztán lehet, hogy csinálok magamnak egy kis... kalamajkát, ezt mindjárt küzdhetek azért az ötödikért. Mint ahogy az megtörtént, ugyebár egy pár hete mennyi kurban. Jaj. GT4 bajnokság lesz. Nekem legalábbis azt írta. Aztán, hogy ez most így kitudódott. Ennek a három embernek, aki nézi a streamet. Idő előtt, azt nem tudom. Hát biztos kezelhetőbb lesz, mint ez az autó. Na nézzük. Beugorulni fog. Csak ha ide jönne az a négy ember nézni a streamet, akkor... Re. És grat. Kösz. Ja, köszönjük. Nézzük még egyszer. Na így kapjam el. Orajtút. Megnyertem a szabad edzést! Ez igen. Rég volt ilyen.
főleg 21 másodperccel. Ja. Ez vagy ennél gyorsabban, hogy nem tudok menni, és ez 5 másodperc diffi. Ojj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 j
Gurul, gurul, persze, hogy gurul. Te ki itt a játék, tippeld meg, ötödik helyről hol végzek. Akkor jó volt 15 liter? Biztos. Akkor... Nem fogyaszt egy litert, nem? Na, 0,9. Ja. Hát most tudom, hány kör. 12-13 kör lesz az felvezető. 5. Hát ez... Ez nem volt nagyon merész. Az mondja, nem rajtolhatok kikapcsolt kuplung nélkül, mert akkor... Akkor lerajtolnak a francba. Muszáj kikapcsolnom, de abban meg... Pár szó már látok, benne van a kockázat. De épp, hogy felengedem csak a kuplungot. Egy picikét fogom csak felengedni. Jó lenne, ha tudnám segíteni csapattársamat, kis Balázs, de hát... Örülök, ha magamat tudom segíteni. És nem hátráltatni. Megnyitjuk a fékeket. Jó szórakozás, jó szurkolást! Indulunk, indulunk! Egy szavon se lehet! Eljöttem, ahogy kell. Előttem nagy a csata.
Júj. Jaj. Követtem Szűcs Ádámot. Cimmer Gábor az egész versenyen üldözni fog szerintem. Ha csak el nem rontom. Szélárnyékot kellene fogni. Kurva anyád, te már! Sherman Norbi! Juhu! Az meredek volt. Ezt a mindenit. Érdekes, hogy... Miért mentél belőle, Jan? Mit csináltam? Pillanatra azt hittem, el akarsz engedni, nem értettem, miért mész oda belőle. Mindegy. Ezt a kanyart nagyon nem jól veszem, úgy látom.
Hoppá. Azt hittem már elmegy mellettem. Szia Martin, szép estét neked is. Most a Jani vonat. Látom. Hogy megindul? Nem is értem. Nem már! Csádámra megközeledünk. Vagy csak rosszul érzékelem. Nézd meg, nem értem. Norbi jó ki lehet.
Ez mi? Most értem. Nem, mintha máshol lenne gyors az autónk. A pálya más... pálya más részein. Lehet, hogy rövidebb a váltója, nem tudom. Hoppa füvön. Hát ja, én csak... én is erre tudok gondolni. Hozzá szerintem az övé rövidebb. Nem baj volt. Jó lenne pedig rajta maradni. Vagy megvárom, hogy a szűcsel elmutatod érje. Mert már csak 10 perc van.
Új vejárt a füvön, komolyan mondom. Alig veszít vele, nézd meg. És javítok az időmön, szóval nem mondhatjuk, hogy nem teszek meg mindent. Az a baj, hogy az a rövidebb váltó, az annyira... Annyira mocorog az autó alatta, hogy biztos nem fogom bevállalni. Ötödik vagyok, igen. Még. Nem fogom. Nem tudom. Tartani a tempót. Felvétel. Egyszer az lesz, ha valaki ezt megnézi, igen. Szia Robi, köszönöm. Oké, hát ha jól számolok, akkor az itt most, aki az elsőt, az a bajnokságban is ugyanebben a sorrendben van.
szerintem, amit most megkezdünk, az lesz az utolsó? Nem, még egyre elmegyünk, de jó. Második, harmadik, negyedik nagyon együtt van. Legalábbis a pöttyök alapján. Nem értened? Nem akartam. Taktikus. Én nem bánom. Láttam, hogy a fék leszakította magáról a szűcsádámat, úgyhogy mondom, akkor így mindegy. Grat. Bajnokságban ki vezet egyébként? Gabi. Az... Igazából szerintem az ékkor nem jó. Tim Gábor, Kis Balázs, Szűcs Ádám, Bobo. Ne csapattársamnak szurkolok, sajnálom. Ja, úgy megértem. Na, te ki eltaláltad? Virtuális hátba veregetés az jár. Volt 9 előtt. Mérő előtt. Rat. Ja, hogy akkor az időmérő után lett 12. Mint 12? Igen. Akkor most pedig még 7, akkor 19 az előny. Akkor az azt jelenti, hogy ha a freak nyer, akkor ötödiknek legalább be kell jönnöm. Hát ez menni fog szerintem. Nem lehet tudni. Net! Elbaszok valamit külöknek, hát persze, bazeg, ez semmi. Na például. A régi sérelmek. Ja. Francba nem hallotta. Jani szemébe felgyullad a tűz. Na jó, állítunk a kocsim, mert abból nagy baj nem lehet. Megpróbálok egy pereszt. Azt mondjuk másfél másodpercet ad nekem úgy, hogy ez esélytelen. Hát az izé, Serben Norbis basszus úgy ott hagyott minket, mint a büdös szart. Ja. De tudja, hogy más váltóval megy. Na például. Olyan gyorsult? Megpróbált hosszabbra rakni. Hát de nekem hosszabb. Akkor a rövidre be. Ne, az olyan instabil, hogy nem fogok tudni végigmenni vele. Jó, ez így nekem.
Hova guruljunk be? Hát az ötödik hely, ez... Ez volt a reális, na. A legjobb köröm, az előttem lévőknél még 2 másodperccel. Mi a faszom van itt? Ajjajjaj. Behúztad a kézit, vagy? Én? Te? Nem tudom. Nem, az annyira is többül a kocsi, hogy ezt képtel vagyok segítgyorsítani, semmi. Na, de jó. Na mindegy. Na jó van, nem vagyok végülis. Elégedetlen. Jó. Jó volt. Erre. Szerintem iszok egyet, aztán folytatjuk. Ja, de van vizem. Hopp. Akkor nem megyek sehova. Hát nem vagyunk valami sokan. Egy valaki hiányzik is. Kilépett ki. Dala. Nem, ott van. Vagy csak nem scrolloztam le. Ja, jó. 13-at ír. Mhm. Hol a Kami? Nem tudom. Én is hiányolom, mert nincs kivel versenyeznem. Tehát, hogy marad stabil ez az autó, nem értem. Az érződik, hogy rengetegszer csúsztatom. Ez Szűcs Ádám meg hogy jön? De állj a falig, bazd meg, kurva anyád. Re. Na, meg nem csúszik. Ki stabilizálja lábbal, nem tudom. Fél és fékkel.
Nézd már ezt a izét itt. Felfújt. Ufi bábút, vagy mi ez. Ilyet tud az Air Factor 2? El se hiszem. Nézd meg. No. Na jó. Nézzük milyen a közönség. Visszanézünk a srácokhoz. Nagyon komoly urúny embereknek tűnnek. Na jó. Majdnem sikerült driftelve. Na, el akartam menni a rövidebb úton, de be van zárva. Kimi Räikkönen feeling, vibes. Az a rázókő az komoly. Tekinek új játék, a ötödik, akkor negyedik helyről indulok. Na, hol végzek? Bocsánat. Amerikó nem tud duplázni. Előre tekerem a videó. Hát ja, nem felbasztom. Yeah. Mi volt ez a hang? Hát előttem, csapattársam. Ez megint ötödik? Jó. Oké. Okay. Cimmer Gabi, Fodor Gabi. Ujj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 
Kell majd figyelnem.
hátra. Hoppa, egy bója. Hol a 10 autó? Már lemaradtak több mint 10 autóval. De sietős felvezető. Most lassítunk a végén, vigyázz. Na. Utolsó verseny a bajnokságból, jó szórakozás, jó szurkolást. Opecska! Opecska! Micsoda rajt. Ha már ez egész szezonban gyatra volt. Szélrennyikot. Ott mögöttünk az szép. Thank you.
Az lol. Hát ez elég, jó? Mit csináltál? Elakadt a fűbe a lökös. Reszette? Nem tudom, még nem néztem meg. Leforgatta? Hát csak megforgatott. Nem csinált semmilyen törést. Én meg azt hittem, én voltam valami. Ja, dehogy. Alig mentem beljebb, aztán elakadt a jobb oldala. Ahelyett, hogy felszántotta volna. Másik váltóval mész, hogy mi a fasz? Igen. Tehát küldtem ezt is, nem nézted? Igen. Lehet már nem néztem. Ez még bőven az időmérő előtt volt. Ja, az egy rövidebb? Igen. Akkor azt néztem. Esett a magyar fiú. Jaj! Össze se volt rakva. Olyan furán csúszott meg. Úgy csak ránk jöttek most ezzel a többiek. Gabinak még egy pár kanyarig betarthatnának.
Hozzád értem? Ja. Tényleg? Ne haragudj, bakker. Számítottam rá. Sérült vagyok, Ameriko, hogy te vagy mögöttem. Jaj. Jó, nem hallak. Sérült vagyok, ha ja, jó. Te vagy mögöttem. Oké. Okay. Ojjajajaj! Ojjajajajaj! 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 Még egy embert kilöpte? Nem, én közel voltam, mármint közel voltam, de most nem biztos tudom én. Hanyadik most a bika vajon? Negyedik. Befordult elém a Norbi. Nagyon szaggatsz. Befordult elém a Norbi. És nincs el már le valaki, bazd meg, hatodik vagyok, és sem tudom, mit csinálok. Nem áll! Kellett örülnem. Na itt meg a táblát elvitték, nagyszerű. Nincs tábla. Azért hiányzik. Ja, utolsó kanyar? Aha. Jó, hárman is elfékeztük. Thank you.
Gyorsabban. Gyorsabban kell mennem. Már harmadik a bika. Már a kurva anyád! Isten faszát! Persze, az. Ha? Ezt szíjetek.
Összetörted? Nem, csak ez a tipikus, egyszer forgok meg, akkor is a fal felé, bazd meg. Hm. 21 másodperc után kijöttem onnan. Utolsó kör. Mi legyen, Freak? Menjél. Hát a Gabit még kegyetlenül 1 millió másodpercre megbüntetik. Hányadiknak kell lennie? 5 vagy valami ilyesmit szám. 6? Ja, mármint 5-diknek kell lennie, hogy neki meglegyen. Hát ha 5-dik vagyok, akkor pont egy jelőség van, de többet nyertem. Hát az a baj, most kap egy 10 szeket, akkor is mögém kerül be kb. Ráadásul jó ismerős az admin, úgyhogy biztos. Ha fél percet kapok, akkor se, akkor sincs. De, nem? Hát már mint a Freaknek. Hát de ha Jani elengedi. Akkor se. Fél másodperccel is 5-dik vagyok. Vagy fél perccel, na. Igen, igazából tök mindegy. Azaz! Próbáltam egy kis izgalmat generálni. Grot. Grot. Oh.
Szerencse is kellett mondjuk, de... Azért óvjuk már a Gabit, mert nekem jó lenne egy dobogó. Köszi. Fiatott. Jogot. Ki a csapatbajna? Valószínűleg mi. Szerintem biztos, mi. De a Bika behetett a matekkal. Én kérdeztem. Köszi, köszi. Hát de nem, ha fél percet kap, akkor... Akkor nincs meg. Na majd még én leszek lecseszve utólag. Hát de mire kapna fél percet? Hát mikor kapott valaki fél percet? Max egy rajtbalesetért. Vagy rajtbaleset okozásért. Na mikor volt, gyorsan visszanézzem. Második, öt, harmadik kör. Öt, ide látom, hogy öt. Öt másodperc. Na, az várjál. Ez elég. Második, harmadik kör. Második, harmadik kör célegyenes. Ez nem elég. Után. Bika csak lehet, jó matekból, nem? Mondtam, én nem... Lehet, hogy én voltam a balfasz. Meglökted ennyi, de hát azért nem fogsz fél percet kapni. Ja, persze, hogy nem fog. Hát az admin a barátom, Mihály, jó, hogy nem kap. Hát persze, na. A második körben nincs sehol a cimmer, Gabi, körületed. Itt hatodik. Lökték. Hatodik kör, első konyha. Akkor őt löktem ki, igen. Nem tudom, megnézi, legyik rá egyet. Na nézzük. Én mentem egy tisztelet. Hát ez egy pöci volt. Hát ez egy oké, mi történik vele? Crash, giga crash. Beláll a falba, ebbe. Hát hátulról nagyon csúnyán kilökte ez. Ez 10 másodperc sem, akárhogy is nézem. Hát legyen 10. Legyen. Nekem jó. De nem az a durva, hanem hogy a Gabi előbb fékez. Megy, várjál, ez a rohadt piros kocsira piros lámpát nem látom. Várjál? Hát de nem esett ki. Nem. Meg hát én is nem láttuk. Majd mindjárt visszanézem. Állj már meg! Hát, ja. Tízes szavazzuk meg, aztán jól van. Előfékez a cimmer, Gabi. Igazából... Igen. Hát igen, a kilökés, de ez nem fél perc is kilökés. God, Gabi, nem, én léptem, cső, jó. Ali. Gratulál, én is lépek, sziasztok! Hello! Hello! Hello. Meg lehet óvni. Csak én ne legyek bele... Másik versenyre jöttem rá, hogy kell beállítani ezt a szart. Én ne legyek belekeverve, az a lényeg, mert akkor... Azt tudti úristen, hogy nem tudni, nyugtalan éjszakáim lennének. Most mi van? Én megkérdeztem. Hát akkor előbb kellett volna írnod. Jó. De az izéket számolták egyáltalán a... mi az isteneket? A... Aj, mondjátok már. Azt mondja, hogy... Tim Gábornak nullázása van, Kis Balázsnak nem. Eldobás. Igen.
Na jó, én nem fogok kalkulálgatni, az biztos. Örülök a győzelmemnek. De azért csak nézegetem a ponttáblázatot közben. De... hiába nézegetem, nem leszek okosabb. Ez volt az utolsó Legend Scars Trophy bajnokságunk versenye, fordulója. Nem hivatalosan eddig Tim Gábor a bajnok, ja, illetve biztos, hogy ő a bajnok, bocsánat. Szóval gratulálna Tim Gábornak és a Golden Buffalo Racingnek a csapat bajnoki címért. Én Jani voltam, és készüljetek fel, mert a következő három hétfőn Forma 1 lesz, a kiégés garantált, tartsatok akkor is velem. Szép estét nektek, szép edet, sziasztok!